Hello, üdv mindenkinek, Kubi vagyok. Folytatjuk a túránkat. Immáron kontrollerrel, illetve jobb gép minőséggel. Na, haladunk tovább. Azt beszéltük, hogy így mindenek előtt elmegyünk és keresünk alkatrészt a járgányhoz, amivel jobban tudunk majd... Mint vannak gyors... Vagy remeg a kis izéje. A kontrollernek megvan az az előnye, hogy nem kell mindig tökig nyomni. Tehát, hogy ugye, ha csak W, A, S, D van, akkor non-stop... non-stop padlógázzal megyünk. Így nem feltétlen, jobban lehet szabályozni. Megvan az a hátránya is, hogy az amúgy sem tökéletes, hát hogy mondjam, érzékelhetőségét a kurzornak, az így még egy picivel problémásabbá válik. Nos, mivel most alapvetően jól állunk, azt kell mondjam, hogy jól állunk mindenféle téren, így szerintem tudunk költeni egy olyan, hát hogy legyen egy éjszakára elég pénzünk, még maradjon is, mondjuk 80 márkot, Deutschmarkot. Megnézzük a katalógust. Elle katalóg. Gevezetés. Eredeti lajka volt. Köszönjük szépen. Lássuk. Itt nem tudom, hogy a motorok. Motoralkatrész, üzemanyag tartály. What? Nem vagyok... Ja, értem, hogy így oldották meg. Jó. Lássuk, ez ugye a standard motor. Motorra azt már most látszik, hogy nem lesz pénzünk. Karburátor, az mondjuk, ha találnánk valami jobbat. De... What? Na jó, nem teljesen értem. Tehát, hogy így... tök jó, hogy minden, hogy lehet egy csomó dolog közül választani, de... nem látszik az, hogy... hogy ez mitől jobb, mint ami most benne van. Mindegy, veszünk egy fine karburátort. Mert itt most azt írja, hogy egy munkanapos a szállítási idő, szerintem... emlékem nem csal, akkor egyből kint lesz itt elő, amint megrendeljük. Most... nem szépen kitűnőt rendeltünk. Ja, egyből itt is van. Ez a megvesszük zsákba a macskára? Plusz egy kilométer per lóerő. Igen, jó. Még valahol el kéne tenni. El kéne adni majd. Mindegy mondjuk, mert otthon van másik. Yeah. Ja. Egy kicsit javítottunk a lajkánkon. Kérdés az, hogyha ezt kivesszük, akkor ez így már befér ide. Nem. Nincs mit tenni, ezt itt hagyjuk. Ennyire egyszerű. Majd legközelebb lesz... hogy azt mondja meg nekem valaki, hogy oda, miért nem tudjuk föltenni azt mondjuk. Mindegy, ez csak egy ilyen költői kérdés volt. Inkább megyünk tovább. Válasszunk útvonalat. Magyarországra megyünk. Letenyébe. 350 km. Van-e rajta egy kérdőjel?
felhős az idő, és van földút. Jó, most ez lesz az első, bevállalósak leszünk, és erre megyünk. Na, ennyi. Ha jól sejtem, akkor arra kell most menni. Mérzem azt a járgányon egyelőre, hogy nagyon bika lenne. Mint hogy a befektetésünk olyan sok mindent hozott volna. Jó, cigit nem lehet átvinni, kóbászka, meg minden más az mehet. Igen, magyaroknak le kell mondani a dohányról, aminek neki mentünk. Kérem a papírjait. Van, gyerkapod. Kedves úton álló bácsi. Parancsolj. Na nézzük csak. Én minden rendben. Mondjuk itt nem nagyon nézték meg a dolgainkat, de nem is baj. Ja. Crazy fake. És megyünk is Magyarországra. Nem tudom, egyébként nekünk volt rabikánk. Az azért... jobban ment. Meg most aztán tökény nyomom padlóig a gázt. Budapest 2.30, Letonia 3.50. Jól van. Hazai terepen mozgunk. Innyi, de undorítóak az utak. Tényleg, már is mintha otthon érezném magam. Ott van valami. Így mi itt meg is állunk. Nem akartam leállítani. Legalább egy kicsi tudszunk van, ami majd hoz pénzt. Kérdés, hogy mennyit. Ezért baj az, hogy nem látni igazándiból, hogy mit veszünk az autóba, mert most van egy olyan érzésem, hogy gyengített... Hogy egy picikét gyengébb lett az autó, úgy összességében. Az anyád. De cserébe üzemanyag takarékosabb talán. Hát ez már nem fér el sehol. Jó, hát egy flaskabort itt hagyunk. Viszont így már akkor tele van a járgány, szóval maximum egy másik autónál érdemes megállnunk. Hát ha van benne alkatrész.
Most ugye kérdés ilyenkor, hogy mi az, ami nekünk jobban számít, az, hogy gyorsabbak legyünk, vagy az, hogy takarékosabbak. Hopp, ott van is egy idő. Most viszont állítjuk a kocsit. Nézzük, hogy mit találunk benne. Júj! Valami nagy. Ilyen szépen megálltunk. Hú, bász! Már végképp nem fogunk tudni hova rakni bele. De, az még befér. Nem sok, de ennyi befért. De is volt így, hogy kolbász. Hungári se kolbász. Ott is van benne kolbász. Van rajta egy darab utcai gumi, ami 2x3-as. Hát, ez most nem gyert. Nem nyert hangszórót. Te velem jössz, te is, meg te is. Egy kicsit szerelgetünk. Légszűrő. Mehetsz is ide be. Mehetes porlasztó. Két porlasztó. Jó. 7x1 liter, mínusz 6 liter üzemanyag. Viszont a kapacitás az egyel több lesz. Hát... jó, nem szívesen, de most kidobom. Van benne 1 liter. Ugye feltöltjük. Lehet, hogy az olaj az... az így annyi is lesz majd. Jó, ez kifogyott. Az olaj az így kapuk. Akkor még elfér néhány kolbász. Tudajunk helyén. Optimális a keverék. Tehát még egy kicsike marad benne. Viszont a javító készletet eldúrhatjuk. Gyári motor. Ebben még van egy kicsi. Igazából ezt csak egyszer kell megjavítani, és onnantól kezdve már megy. Hát az úgy nagyon nem használódik. 2x3, most mindig 2x3. Az a baj, hogy majd muszáj lesz cserélnünk kereket. Szerintem, hogyha odaértünk a következő helyre. Jó kis hungerise kolbász, ezt lecsukjuk. Még egy kolbász itt volt a kocsiban. Azt elvisszük. Megdurrantjuk. Aztán mehetünk is tovább. Na, hát rettentően jók vagyunk.
Jobb hangja nem lett az autónak, de bízunk benne, hogy majd jobban megyünk. Minden esetre legalább furább lett a hangja. Nem nagyon tud fölváltani. Mondjuk, ha ilyen tempóval megyünk végig, akkor legalább a közlekedési balesetnek az esélye az jócskán lecsökken. Dohány. Rabszolga dohány. Rajtja. Hát most annyira tele vagyunk, hogy jó, még sikerült berakni. Na most tényleg tele van a kocsi. Elég erőteljesen. Most megint körbe kell néznünk. Először is találnunk kell egy Mártot. Egy Laika. Itt van. Tök jó, hogy egymással szemben vannak. Ez már kérem. Tökéletes szolgáltatás. Becsoda hang. Ja. Lássuk csak. Hát igen. Ezeket már mindenféleképpen le kell cserélnünk. Vagy meg. Nem mindig olyan könnyen a járgány, mint ahogyan illene neki. Azt mondja, hogy 1-2. Három, négy. Két javító cucc is kéne. Jó. Két motorjavító. És ezt is fel kell tankolnunk. Ebbe most töltesz bármit is? Miért nem? Most tényleg. Jó. Hát elkezdjük eladni a cumókat. És meglátjuk, hogy mennyire tudunk vele előre menni. Az úgy jó lesz. Hát srácok, eljutottunk egy olyan pontra, hogy a kerekeket kicseréljük nagyba, mert sikerült venni még kettő ugyanolyan puha gumit, mint amink volt. Ezt talán már engedni fogja megtankolni. Nem biztos, de talán. De ezt már engedi. Nem teljesen értem néha ezt a játékot. Jó. Most berakjuk. Így. Ezzel pedig megjavítom mindent is.
Jó. Ültótekercsünk az szép, aksink az nagyon jó. Nagyon szeret minket. Nem vagyok benne biztos, hogy ez túl gyakran használható lesz még, de mindegy, majd kiderül. Lényeg az, hogy... Azt a lényeg az, hogy sikerül gumit cserélni, feltankolni, megjavítani mindent. Gyakorlatilag tip-top állapotba kerül a járgány. Cserébe több pénzünk nincs, tehát nem fogunk tudni venni alkatrészeket. Alapvetően most motorra és azért pályáznék. Tetőcsomira. De mindegy, ne akarjunk túl sokat. Jó. Minden mást itt hagyunk egyébként. Macskos módon. Ez a puha lágygumi eddig bejött, szóval ezt fogjuk továbbra is használni. Annyi, hogy még le kéne mosni a járgányt, mert egy picikét mocskos. Tehát ez nem is látszik rajta. De tökéletesen karbantartott Trabant eladóvá válik szépen lassan. Ezer év viheti bárki. Nem a gyári új, de nem gyári, mert tuning. Tuning Trabant. Megjárta egész keletet és közepet. Na. Csodás. Csodásmesés. Jó. Lajkához már nem kell bemennünk, mert nem maradt rá pénz. Hogy berántódott? Hogy berántódott? Nem minden Trabant tud úgy berántódni, mint ahogyan ezt tette. Na most megkeressük a szálladát. Ami... itt is van. Hát Magyarország csodás, tehát egy helyen van minden. Nem azért, mert kicsik vagyunk, azért, mert okosak. Így előre gondolkozunk, hát most egy Trabantosnak mi más kéne? Megáll a Bengakúton, mert megjavítja a izéját, a kocsiját, a nagy út alatt. Szembe vele ott a Lajka, hát ha marad egy kis pénze, hogy vegyen új cuccokat, hát nem marad. Cserébe itt a legdrágább eddig a szoba. 1B lesz a szobám. Köszike. Na és hogy most már Magyarországon éjszakázunk. Így szerintem mára akkor el is köszönök. A következő részben haladunk majd tovább. Meglátjuk, hogy mi lesz az úti cél. Minden esetre eddig egészen jól állunk. Remélhetőleg a szerencség nem fog minket elhagyni. Köszönöm szépen a figyelmet. Új voltam. Szerbusztok!